A Kecskeméti TE a Fehérvárt fogadta vasárnap este 21 órától a Széktói stadionban. A 34. percben egy szöglet után Imbor fejese a kapufáról még kijött, a kipattanóra azonban Szalai reagált a leggyorsabban és közelről bekotorta a labdát. Szabó István, a Kecskemét vezetőedzője a meccs után úgy értékelt, az első fél időben játékosai maradéktalanul betartották a megbeszélteket, gyorsak és élesek voltak, és főleg a széleken meg tudták bontani az ellenfelet. A második játék része viszont már annyira nem volt megelégedve. Ha az átmeneteink során pontosabbak vagyunk, hamarabb is lezárhattuk volna a meccset, fogalmazott Szabó István, hozzátéve rendkívül örül annak, hogy itthon tudtuk tartani a három pontot egy jó erőkből álló Fehérvár ellen. A KTL jelenleg a Debrecennel holt versenyben a tabella második helyén áll, úgy, hogy a legtöbb csapattal ellentétben három helyet még csak két meccset játszott le az FTC elleni rangadó elhalasztása miatt. A következő fordulóban, augusztus 19-én szombaton az MTK otthonába látogatunk, a mérkőzés 17 óra 45 perckor kezdődik.